a Szombat Imre. Jelenleg alkatrész kereskedelmi üzletág igazgató a Kiténél. De ahogy a szakmai életrajzát látom, nem most kezdte a pályafutását a cégnél. Mondhatnánk, hogy elég régi motoros. Hogyan kezdődött a Kite és az ön története? A Kite és az én történetem az még a 1989. augusztus 1-je előttre nyúlik vissza. Ugye azért mondom ezt az augusztus 1-i dátumot, mert akkor léptem be a Kitébe, tehát onnastól kezdve vagyok Kités, úgymond. De előtte már a szakdolgozatomat azt itt a Kitébe írtam meg. Gyakorlatilag a Valmont lineár öntöző berendezéseknek a témaköre volt a szakdolgozati témám, amivel ugye lezártuk a felsőfokú tanulmányokat annak idején, és nyilván mivel a Kite forgalmazza, illetőleg a Kite ugye 1986-tól kezdődően az úgynevezett szuperintenzív kukoricaprogramot vitte Magyarországon, és ugye kipróbált 5 márkát, tehát 5 ilyen lineár öntözőrendszer márkát próbált ki, és ebből a Valmont lett a befutó, és a konzulensem az Kités volt abban az időszakban, illetőleg hát a Kitétől kaptam a legtöbb segítséget ahhoz, hogy azt a szakdolgozatot, ami egyébként egy 100 oldalas szakdolgozat lett, és mind a főiskola, mind az akkori TS termőszövetkezet, akinek a gépeiről írtam döntően, ők megvették azt a szakdolgozatot akkor annó, és akkor 89. augusztus 1-ével indultak itt a pályafutáson, mint gyakornok. Azonnal kaptam egy munkásruhát, és az akkori szakműhelybe kezdtem a pályafutásomat. Az tulajdonképpen azt lehetett mondani, hogy 80-as évek második felébe, 90-es években is, hogy Magyarországon, de akár Közép-Európában az a úgymond Kite szakműhely, amit itt létrehoztak a Kite alapítói, illetőleg az akkori műszaki vezetők, az Magyarországon is és Közép-Európában is a szakmai tudást tekintve, munkavégzés minőségét tekintve abszolút az élbolyba tartozott, vagy talán lehet, hogy a legjobb volt. És ott az volt a feladatom, nagyjából egy 9 hónapos időszak alatt, hogy körbe kellett mennem a szakműhelyen, ami azt jelenti, hogy a nagy szakműhelyen belül volt motorszerelő műhely, volt, ahol a transzmissziókat szereltük, volt adagoló, hát akkor még ugye úgy hívtuk, hogy adagoló szivattyú szerelőműhely, aztán volt hidrolika, szivattyúk, hidromotorok, hidrolikus egységeknek a műhelye, és akkor gyakorlatilag mindegyik helyszínen eltöltöttem 2-3-4 hónapot, és hát amire ott büszke vagyok, hogy egyrészt rengeteg mindent sikerült megtanulni, meg belelátni abba a világba, a másik, hogy a végén az adagolós műhelyben már kerültek ki az adagolós műhelyből úgy 6-soros Bosch adagoló szivattyúk, amelyeket teljes mértékig én szedtem szét, én végeztem el a hiba feltárását, én javítottam ki, én forgattam le a próbapadon, és én tettem rá a plombát. És utána azt már csak kivitték, felszerelték a traktor, és akkor működött a traktor. És ez tartott nagyjából 9 hónapig. Utána átkerültem az alkatrész kereskedelmi üzletághoz, mint gyakornok, és akkor, hát mint a mellékeltávra mutatja, sikerült ott maradni. Igen, a gyakornoki évek elég hosszúra nyúltak utána. Hát annyiban, hogy egy évet letöltöttem, utána elvittek egy évre katonának, a katonaságból visszajöttem igazából, utána egy 3-4 hónap volt még az az időszak, amikor mondjuk azt, hogy túl voltam már a gyakornoki időn, de még konkrét témakört nem kaptam, illetve amit kaptam, az az úgynevezett elfekvő készletekkel való foglalkozás, ami az alkatrész kereskedelemnek, hogy mondjam, az a része, amivel senki nem szeret foglalkozni. És az nagyjából egy 4-5 hónapig tartott. Na most az elfekvő készletekkel való foglalkozás az egyébként azért jó, már így utólag visszagondolva, mert egy részről a világon bármerre jártam, tehát tengeren túl, Európa, bárhol, az mezőgazdasági gépalkatrész kereskedelemnek az elfekvő készletek
képződése, illetve az elfekvő készlet képződésnek a megakadályozása, az elfekvő készleteknek a leépítése, az egy kikerülhetetlen feladat, egy kikerülhetetlen dolog, sajnos, mert ugye ez veszteség, ilyet tud termelni, tehát egy kikerülhetetlen, és ezzel mindenki küszködik, bárhol jártam, aki alkatrészkereskedelemmel foglalkozik, mindenki küszködik, van, aki ezt jobban oldja meg, van, aki kevésbé jobban. Tehát Nyugat-Európában is láttam olyat, aki nagyon-nagyon rosszul kezeli ezt az ügyet. Én nekem meggyőződésem, hogy az a 4-5 hónap az például arra jó volt, hogy akkor egy ilyen 8-10 millió forintnyi értékű elfekvő készletet kellett ugye átnéznem elég alaposan, és amit abból el lehetett adni, azt eladhatóvá kellett tennem. Ez volt a feladat lényegében. Na most számszakilag nem értem el nagy eredményt, mert a 8 millió forintból 5-700 ezer forintit tudtunk eladni, azt is kilódással, vagy komoly erőfeszítésekkel. De kaptam egy képet arról, még gyakornoki idő alatt, hogy na, ez az a témakör, sok más mellett az alkatrészkereskedelemben, amivel komolyan foglalkozni kell, mert hosszú távon nagyon komoly veszteségeket és problémákat tud okozni. És ezért ez így is van most is. Tehát én most bátran kimenném jelenteni 2022-ben, hogy a összkészleteinkben található elfekvő készletnek a hányada az bárkivel összehasonlítva, akár magyar, akár európai viszonylatban legalacsonyabbak között lenne, hogyha ezt megnéznénk. Na, ehhez kapcsolódóan, tehát ahogy ez a 3-4 hónap, vagy 5 hónap véget ért az elfekvő készletek. És nem vett el a kedvét attól, hogy a cégnél egyáltalán nem, maradjon. Egyáltalán nem, mert rengeteg fél alkatrészt megismertem még mélyebben. Tehát ott meg kell fogni, meg kell mérni, be kell azonosítani, identifikálni kellett. Mert volt olyan alkatrész, amit csak azért nem vásároltak meg, mert rossz cikkszámom volt. És csak a cikkszámát kellett helyre rakni. Vagy azért nem vásárolták meg, mert nem volt összehelyettesítve egy másik alkatrészre, amit az adott esetben kiváltott, és hogyha összehelyettesítettük, akkor már megvették. Volt olyan alkatrész, emlékszem, Erio cukorrépa betakarító gépnek egy komplex alkatrésze, amivel csak annyit kellett csinálni, hogy szét kellett szedni, és a részegységeket kellett identifikálni, és a részegységenként elvitték a vásárlók. Tehát acerás munka, az a része, amit nem nagyon szeret senki, aki alkatrészkereskedelemmel foglalkozik, de amikor utána 92. januárjában két ember elment az üzletágtól, két alkatrészgazdálkodó. Az egyik elment a maszekvilágba, a másik átment a az akkor formálódó terménykereskedelmi üzletághoz ment, tehát a két embernek az össztémaköreinek nagyjából a 80%-át megkaptam én. Tehát egy ilyen 1,5-1,6 emberi feladat volt, és az jelentette akkor gumiabroncsok, felnik, gördülő csapágyak, meg sikló csapágyak is persze, égszíjak, égszíjhajtások, kardántenger, kardánalkatrészek, hidraulika tömlők, nek a szimeringek, tömítések, nek a alkatrész gazdálkodói feladatainak az összefogása, végzése. Tehát ez azt jelentette nagyjából, hogy volt 60 beszállító, akivel tartanunk kellett a kapcsolatot, 60. Meg volt, nem emlékszem a készlet nagyságokra pontosan, több százmilliós volt akkor is, nagyságrendű készletek, amelynek a gazdálkodásáért felelnem kellett, és az összes termék, ami a kezem alá tartozott, annak lehetőség szerint egy magas szintű ismerete, tehát hova jó, mi helyett jó, adott esetben milyen technológiához kapcsolódik az alkatrész, és akkoriban még nem volt alkatrész értékesítési menedzseri csapat, majd arról külön későbbiekben szólok, hanem akkoriban a Kitérnek a szerviz csapata volt meg, hála Istennek, majd arra is kitérek, hogy miért mondom, hogy hála Istennek, akik nagyjából egy, emlékeim szerint egy 80-90 fős csapat volt országosan, ugye manapság ez 260, ez 260 manapság, és ővelük tartottam még a kapcsolatot, értelemszerűen. Na most
Amikor megkaptam ezeket a témaköröket, azt nem felejtem el sose, hogy a gumiabroncs felni témakörbe nagyjából 30 milliónyi volt a készlet akkor, amikor megkaptam ezt a témakört, mondom, ez 92. január. És abban volt 7-es millió elfekvő. Ugye, amivel kezdtem, úgy tetszik. 1999-ben emlékeim szerint adtam le ezt a témakört. 1999-ben adtam le ezt a témakört aztán. Az egyik kollégánknak, aki szintén egyébként 1984 óta itt dolgozik a Kitébe, 300 ezer forint elfekvő készletértékkel. Tehát úgy szépen apródokonként sikerült kidolgozni a rendszerből azt az elfekvő készletértéket, hála Isten. Na most visszatérve, tehát akkor 92-től már alkatrészgazdálkodó voltam. Voltak ezek a témaköröket, amit elmondtam, amiért én voltam a felelős. Plusz ezen kívül még volt egy pár gép csoport. Tehát ugye amiket elmondtam, azok jellemzően műszaki cikkek, tehát amik sok helyre beépíthetőek, mint alkatrész. De volt ezek mert egy pár gépcsoport, voltak a Bourgoin, ez egy francia vetőmag, illetve csemege kukorica betakarító gépeket gyártó cég. Akkor volt a Nord-Gugé, ez is egy francia, ő a vetőgépeket gyárt. Ott azóta beépült a Kun vállalatba. Volt a német Hassia csoportnak a vetőgépei, Hassia Rau vetőgépvonulat. Akkor volt az olasz Dondi és Maletti réselő, árokásó gépeknek a alkatrészei. Körülbelül ennyi témakör volt. De akkor, amikor ezekbe úgymond bedobtak a mélyvízbe, akkor egy ilyen 3-4 hónapig gyakorlatilag azon kell tornázni a fejemet, hogy tudom a víz fölé nyomni, mert mondom, egy ilyen 1,5-1,6 embernyi feladat volt. Amikor összeültünk, akkor még létezett a KSZE, egy másik nagy rendszer, Kitéhez hasonló rendszer, aki Szekszárdon volt a székhelyük, meg ugye akkor még létezett az IKR, akiknek meg Bábolnál volt a székhelyük. Na az ottani alkatrész gazdálkodó gyerekekkel évente leültünk. Elfekvő alkatrészek cserebere. Hát, hogyha az, ami nálam elfekvő, te meg tudod mozdítani, és itt. Na ők mondták nekem, hogy Imre, te nem vagy teljesen normális, mert ez a témakör csoport, amit te viszel itt a Kitébe, ezt a KSZ-nél két ember viszi, az IKR-nél meg három. Mondom, gyerekek, ezt dobta a gép. Csináljuk. Na jó, mégis sikerült a víz fölött. Sikerült. Maradni. Igen. És nem is távolodott el az alkatrészek világától. Nem. Mi az, ami vonza az alkatrészekhez? Miért pont az alkatrészek? Tehát igazából megmondom őszintén, hogy amikor a felsőfokú tanulmányomért végeztem, én nem gondoltam, hogy alkatrészkereskedelemmel fogok foglalkozni. És az a tapasztalatom az elmúlt 23 évben, mióta üzletágnak az igazgatója vagyok, hogy nem is egyszerű emberkéket erre a pályára fölvenni. Mert általában, akik a mondjuk mezőgépész felsőfokú vagy járműgépész felsőfokú tanulmányokat végeznek, ők nem arról álmodoznak, hogy majd, amikor kikerülnek a felsőfokú intézmény, akkor majd alkatrész listákat fognak nézegetni, alkatrészeket fognak beazonosítani, beszállítókkal fognak vitatkozni, vevőkkel fognak vitatkozni. Ők nem erről álmodoznak. Ő főmérnök akar lenni, ő technológus mérnök akar lenni, ő tervezőmérnök akar lenni, vagy hogyha a mi világunkban gondolkozunk, akkor gépértékesítési menedzser akar lenni, szerviztechnikus akar lenni, ilyesmi álmokkal jönnek ki. Valahol meg is értem ezt, viszont jó magam példáján is, meg magamon kívül tudnék még egy jó pár kollégát mondani, akik belecsöppentünk ebbe a világba, hát azért van ennek is szépsége, és van temérdek siker forrás. Mert ugyan egy aprólékosabb munka, mint mondjuk egy gépkereskedelem, ahhoz képest egy aprólékosabb munka, de Isten igazából temérdek sok siker is. Tehát például, amikor egy nagyon nehéznek tűnő valamit sikerül nekem műszakileg identifikálni, beazonosítani, beszerezni, és értékesíteni mondjuk akár megoldottan a problémáját, akkor ez egy siker. Mondok egy példát.
nem is konkrétan mezőgépészet, de közel van hozzá. Ugye itt van Náruszban egy agrokémiai üzem is. Az agrokémiai üzemből hát átment a híre, hogy hát van itt egy gyerek, aki úgy tűnik, hogy komolyan foglalkozik a csapágyakkal. Na, átjött onnan a műszaki vezető, és mondja nekem, hogy te, nekünk olyan csapágy kellene, aminek a tengely átmérője 2,716 col, öntvényházas csapágy, konkáv görgős csapágy, és vegyszerálló. Mondom, oké. Hát egy hónap alatt beszereztem. Belgiumból, és ezek olyan boldogok voltak, hogy ez sikerült megoldani. Egyszerűen nem tudták. Nem tudták. Hát végül is az alkatrész kardinális kérdés, ha egyszer hát igen. Ugye, hiányzik egy rendszerből, igen. Akkor a rendszer megáll. Igen. Tehát az egyik ez. Akkor a siker, vagy ami motivál, vagy ami ebben az irányba tart, meg orientál. A másik ugye az, hogy annak az adott embernek, aki hozzánk fordul, problémája van. És azt, hogyha sikeresen megoldjuk, akkor ez is egy sikerforrás. A másik dolog, hogy hogy is mondjam, temérdek emberrel megismerkedik az ember. Tehát, mint említettem, nekem akkoriban 60 beszállítóm volt, manapság a Kite alkatrésznek 450 beszállítója van. Ez ugye temérdek ember. És ugye Izraeltől Brazíliáig. Tehát temérdek ember, az ember megismer, emberi kapcsolatot alakít ki. És ugye vevői oldalról is, most ott tartunk már, hogy nagyjából 15-16 ezer vevője van az alkatrész kereskedelemnek. Itt a Kitén belül. Úgyhogy sok dologból terülik össze. Mi volt a legnehezebb feladata eddig az alkatrész? Mit volt a legnehezebb beszerezni? Mi volt a legextrémebb? Hát ez most nem beszerzést mondanék, hanem egy folyamatot. Tehát a legnehezebb dolog az volt, hogy... De kicsit korábbra mennék vissza. Tehát rendszerváltás körüli alkatrészkereskedelem. A 80-as évek második felében a mezőgépészet számára temérdek gépet eladtak az akkori rendszerek. Traktorokat és kombányokat is, és jellemzően hasonló szériákat. Tehát például még a 80-as évek második felében jellemző volt az, hogy John Deere 4650-es traktor volt a traktor, és abból 5 év alatt elment mondjuk 1000 darab, vagy sok száz darab. De ugyanúgy class kombányokból is, és 90-ig a Kite class kombányokat is értékesített, úgynevezett class dominátor 105-ösöket, 106-osokat, 108-asokat. És kialakult egy olyan jelenség, hogy mivel kevés típus volt és nagy darab szám, ezért ez viszonylag egyszerűsítette az alkatrész kereskedelemnek a dolgát. Viszont 90-től 95-ig, 96-ig nem volt érdemi gépeladás. Ugye a rendszerváltás utáni időszak. Igen. Nem volt érdemi gépeladás. És hála Istennek itt a Kitében, 90-es évek elején, megszületett az a döntés, hogy megtartjuk a szervizt. Tehát volt olyan időszak, amikor kérdés volt, hogy a szervizt megtartjuk, vagy nem. Nem volt gépeladás. És a szervizt fent kell tartani. Embereknek fizetést kell adni, a kocsikba tankolni kell, és itt a... Hál' Istennek az akkori felsővezetés meghozta azt a döntést, hogy megtartjuk a szervizt, és az alkatrész kereskedelem be is beszálltak ők, és az alkatrész kereskedelem után kaptak valamennyi jutalékot, ez hozzájárult ahhoz, hogy a szervizt fent lehetett tartani. Na most ebben az időszakban viszont, tehát egyik jellemzője az volt, hogy kevés típus szám, nagy darab számok, ehhez igazodóan az alkatrészekből is kevesebb cikkszám, ha úgy tetszik, és nagyobb darab számokat lehetett értékesíteni. De akkoriban még nem egy proaktív kereskedelem jellemezte magát a kereskedelem, hanem inkább egy ilyen kiszolgálói. Tehát, hogy
felmerült az igény. Jöttek az igények, és kiszolgáltuk. És ez egy kicsikét, ha úgy tetszik, az alkatrész üzletág szempontjából, ez egy kicsikét ilyen kényelmes megoldás. Kényelmes állás, kényelmes valami. Na most ennek aztán sajnos el is kezdtük meginni a levét, mert úgy mondhatjuk azt, hogy olyan 97-98-tól 2003-ig alkatrész kereskedelmi üzletág egy stagnáló pályára állt. Na és itt érek oda, hogy mi volt a legnehezebb feladat. Hát ugye 2000-ben nevezett ki az előző vezérigazgatója, a Búvár Géza, 2000. január 1-én nevezett ki erre a pozícióra, és megmondom őszintén, hogy nagyjából 2000-től 2003-ig ez egy nagyon-nagyon-nagyon keserves időszak volt. Egy vajudásokkal teli időszak. Mert ugye mi volt a feladat? Hát öregem, növekedési pályára kell állítani az alkatrészt. Ugye mondta Búvár úr nekem, joggal. Oké. A 2000 körüli időkben annyit sikerült elérni, 2000-2002-3 körül, sikerült csökkenteni az elfekvőkészletet, sikerült növelni a forgási sebességet, és sikerült növelni valamelyest a profitot. De magát a forgalmat, azt nem. Na most, ennek számos oka volt. Például az egyik oka, hogy nekünk nem volt értékesítési csapatunk továbbra se. Tehát ugye a kitérő... Volt a szervizcsapat? A szervizcsapat volt, de erre dedikált, tehát egy alkatrész értékesítés csapat, akinek csak az a dolga, hogy járja a vevőket és próbálja eladni a portékáinkat, meg próbálja felmérni a piacot, hogy azon kívül a választékon kívül, ami még mit kellene behozni, beépíteni a választékba és értékesíteni. Ilyen csapatunk nem volt, és volt a szervizes csapatunk, akiken keresztül nyilván a Kite által forgalmazott gépekhez eladtunk, amit el tudtunk adni. Hát volt, ahol nagyobb eredménye, volt, ahol kisebb eredménye, volt, ahol voltak nagyon proaktív szervizszerelők, máj napig itt dolgoznak, nagyon hálás vagyok értük, proaktív szervizszerelő kollégák, ott sok 10 millió forint forgalmat csináltunk, voltak kevésbé proaktívot, meg nem. Tehát ez egy ilyen korszak volt. Míg ugye az agronómiai fronton a Kitébe, lényegében a 90-es évek elejétől kezdve az agronómiai értékesítési menedzseri gárda felépült. Ugye őket hívtuk korábban a szaktanácsadóknak, még most is néha szaktanácsadóknak hívjuk őket, de ők lényegében műtrágyát, vetőmagot, növényvédőszert értékesítettek kint a piacon, meg terményfelvásárlással foglalkoztak, illetőleg a forgóeszköz finanszírozásnak a menedzselték a dolgait főleg. És a 2000-es évek legelején elindult a gép értékesítési menedzseri csapatnak is a felállítása. Alkatrészes még nem volt. És a gép értékesítési menedzseri csapatra volt úgymond rábízva, hogy hát kicsit foglalkozzon az alkatrészsel is. Hát az az igazság, hogy nem sokra mentünk velük. Nagyon jó kollégák voltak közöttük, de nem sokra mentünk velük. Na, kilódás volt. Más megoldást kellett keresni. Tessék? Más megoldást kellett keresni. Így van. Na most a vajudásnak az eredménye aztán az lett, hogy 2003, és itt nagyon pontosan emlékszek a dátumra, 2003. november 1-ére sikerült Búvár úrral meghoznunk úgymond azt a döntést, hogy gyerekek, itt mese nincs. Muszáj elkezdeni felépíteni az alkatrész értékesítési menedzseri csapatot. És gyakorlatilag november, ahogy ez eldőlt, november 1-én, 2003. november 1-én az első kollégánk, aki ebbe a csapatba belépett, ő Berecki Péter, ő a Hódmezővásárhelyen alkatrész értékesítési menedzser, ő neki a jutalékos kódja X001, most már az X064-nél tartunk, ez X001, és Péter mai napig is a legkiválóbb, leghatékonyabb értékesítési menedzserek között van. Na ezt elkezdtük. És akkor 2003-2004 végére lett 14 ilyen értékesítési menedzser, és 2004 végére 500 millióval sikerült növelni a forgalmat. Tehát már az első évben, amikor pedig még látszott, hogy jó úton jár. Úgy tűnt, hogy jó úton jár. Na most ezzel kapcsolatban annyit mondanék még, hogy
ugye azóta eltelt 18 vagy valami 18-19 év, azóta gyakorlatilag az éves átlagos növekedés az 1 milliárd, tehát most ha jó Isten megsegít bennünket, akkor ez az évben 24 milliárd körül leszünk, és mondta, mint említettem, az első év végén 14 alkatrész értékesítési menedzser volt, most pedig 29 alkatrész értékesítési menedzser van, és ez a három év volt számomra a legnagyobb kihívás, ez volt a legnehezebb, és ez tényleg egy ilyen nehézségekkel tűzdelt, stresszel, vajudással tűzdelt korszak volt, de hát úgy tűnik így visszanézve, hogy sikerült, tehát növekszik a forgalom, és sikerült ezt az egészet eredményesen megvalósítani. Tehát mindenképpen a kite számára az alkatrész kereskedelem az eredményt termel. És hát most úgy, akkor itt most befejezem ezt a gondolatot, most körülbelül úgy vagyunk, hogy a központban dolgozik 95 ember, aki az alkatrész kereskedelem, és kint a hálózatban, tehát az alközpontokban, a régiókban pedig dolgozik 115, akik közül, tehát ebből a 115 kollégából 29 az előbb említett alkatrész értékesítési menedzser kollégák. Ehhez képest volt sok más kihívás, de az már mind ehhez a három éves vajudáshoz képest az már eltörpült. Az már gyerekjáték volt. Az elmúlt évtizedekben a technika szupergyorsasággal fejlődik. Nyilván össze sem lehet hasonlítani azokat a gépeket, amiket a rendszerváltás környékén értékesítettek a maiakkal. Hogyan lehet követni ezt a gyors fejlődést és változásokat? Hát, tehát egyrésztről nagyon-nagyon jó az együttműködésünk a KITE szervizzel, műszaki igazgatósággal, és ott hála Istennek vannak olyan kollégák, akik régebben úgy hívtuk őket, hogy technológus mérnökök, most úgy hívjuk őket, hogy vevőszolgálati mérnökök. Ők ilyen igazi ízig-vérig technokraták. Na most őket én, a feladatok irányultságát, vagy a technikai irányultságokat két részre bontanám. Az egyik maga mondjuk a járműgépészet. Tehát az, hogy dízelmotor, transmisszió, vagy a rakodógépeknek a mechanikája, a hidraulikája, és így tovább. Háromra, nem kettőre. A második mondjuk az úgynevezett technológiai elemek, én így szoktam mondani, mert hiszen a mezőgazdasági önjárógépek azok egyik oldalról járművek. Másik oldalról temérdek olyan eszköz van rajtuk, amivel a technológiát hajtjuk végre. Tehát a kombány az egy jármű, na de hát mégis levágjuk a púzzát, kicsépeljük, összegyűjtjük a magtartályba, majd szépen a teherautóra rakjuk. Ezek a technológiai részek, ezekkel is ugye foglalkoznak ezek a technokrata kollégák. És ugye bejött egy harmadik vonulat, hát most, hogy 10 éve, 20 éve, vagy mikor kezdődött pontosan, maga ez az elektronizáltságnak a dolga. Ugye az már teljesen természetes, hogy egy traktorban van mondjuk 200 olyan érzékelő pont, ahonnan információt nyer a számítógép. Van olyan traktor, ami 8 darab fedélzeti számítógép van, vagy kombány. Tehát itt tartunk. Illetőleg van a precíziós gazdálkodást segítő technikai, technológiai rendszer, ami hát döntően az elmúlt 10-10 pár évben az a műholdas jelszolgáltatáson alapult a nagyon pontos helymeghatározásnak a dolga, ami ugye nagyon fontos ahhoz, hogy nagyon pontos méréseket végezzünk, rengeteget, milliárdnyi adat képződik, és ez a milliárdnyi adatnak a szintetizálásával, értelmezésével pedig applikációs térképeket hozunk létre, minek utána elemeztük ezt a szituációt, és az alapján pedig ugye be tudunk avatkozni, tehát precíziós vetést tudunk végezni, precíziós műtrágyak juttatása. Na ennek is megvannak a technokratái a kitébe. És tulajdonképpen először ők azok, akik ezt elsajátítják, ők akik ezt értelmezik, aztán ővelük közösen értelmezzük a kitére, a magyar viszonyokra, ezekre a dolgokra, és tulajdonképpen így
mi alkatrészesek, mint egy kicsikét ilyen követő tevékenység, követő üzletág. Hála Istennek nálam is vannak a, úgymond a termékmenedzseri fronton, vannak olyan kollégák, akik fogékonyak ezekre a témakörökre, elég jól elmélyedtek ezekbe a dolgokba, és hát hogy mondjam, én úgy érzem, hogy tudjuk tartani a lépést ezzel a dologgal. Ami ezen a területen megoldandó, és ez szinte majdnem azt mondom, hogy mindenkitésnek a feladata, aki vevővel valamilyen úton, módon kapcsolatba kerül, hogy elhitesse a mélyen tisztelt vevőkkel azt, hogy az ő gépeikben most már be van építve ugye 100% tudás. És ez a 100% tudás, ez nagyon-nagyon-nagyon nagy tudás. Hogy törekedjenek arra, hogy ennek a tudásnak ne csak a 20-40%-át használják ki, hanem igenis higgyék el a kités szakembereknek azt, hogy a kités szakemberek azért is vannak, hogy őket segítsék abban, hogy lehetőleg a gépből, tehát legyen ez kombány, vagy bármilyen gép, ennek a tudását 90% vagy 100%-ig használják ki, mert annak a drága gépnek a megtérülése, a hatékonysága, az annál hamarabb bekövetkezik, és az egész technológiáját annál hatékonyabban tudja végezni, minél inkább ezt a temérdek tudást kihasználja. Tehát válaszolva röviden vagy röviden összefoglalva, én úgy érzem, hogy aki te ezt tudja, fel tudja venni, tudja értelmezni ezeket az új technikákat, technológiákat, mire jó, hogy alkalmazzuk, erre van egy elég jó gárda most, akár az innovációs főigazgatóságot nézzük, akár a kiemelt szolgáltatási igazgatóságot, akik ugye kint a földön a vevővel, ha úgy tetszik, kéz a kézben adaptálják arra az adott szituációra ezeket a dolgokat, de akár a szerviznél lévő szakembereket, vagy mondom, nálunk az alkatrésznél is termékmenedzseri fronton vannak ilyen kollégák, akik elég alaposan képben vannak ebbe. Megmondom őszintén, ezek a kollégák ezeken a területeken egészen biztos, hogy többet tudnak, mint én. Tehát ez a helyzet. Mikor volt nagyobb kihívás az alkatrészkereskedelem? A rendszerváltáskor, vagy manapság? Mind a kettőnek volt nehézsége. Szerintem most nagyobb kihívás, majd odaérek a válaszom végére, hogy miért. A rendszerváltáskor a deviza hiány volt a probléma. Tehát ugye mivel a kité... A beszerzés. Igen. Beszerzés. Tehát a kitének ugye a alapfilozófiája, hogy a fejlett nyugati világból hozzunk be technológiákat és mezőgazdasági technikákat, tehát ami az a technológiát ugye végrehajtja, ami a legfejlettebb és a magyar viszonyokra értelmezhető, a magyar viszonyokra adaptálható, abból a célból, hogy a magyar mezőgazdasági termelést folytató termelők, gazdálkodók, szakemberek a lehető leghatékonyabban, a lehető legjövedelmezőbben tudjanak termelni. Ez így indultak itt. Na most ez miatt rengeteg nyugati gépet hoztunk be. Ugye amikor én 90-es évek elején oda kerültem, úgynevezett konszignációs raktárak voltak, de nagyon sok. Tehát volt dollár elszámolású, márka, német márka elszámolású, francia frank, olasz lira, osztrák shilling, holland gulden, angol font, svéd korona, azt hiszem ez a 8 volt, jól emlékszem. Miért? Nem nagyon volt deviza. Viszont a nyugati is belátta azt, hogy amit ő eladatja Magyarországra, ahhoz törekedni kell egy magas szintű alkatrészellátásra. Ezért itt tartotta az alkatrészt nálunk, de hát még akkor kvázi vasfüggöny volt. Tehát ő itt tartotta az alkatrészt, de azt frankba tartotta, és ez egy úgynevezett egy ilyen vámszabad területen volt az alkatrész. És tulajdonképpen, amikor mi kivettük azt az alkatrészt, akkor vámeljárást kellett indítani. Lefolytam. Aztán hál' Istennek a vámhivatal rugalmasan kezelte, tehát meg mi se éltünk vele sose, tehát értékesítettük az alkatrészt, és gyönyörű szépen hóvégén lejelentettük, megkaptuk a külfölditől az úgynevezett vagyis a végszámlát már akkor, és akkor az alapján benyújtottuk a vámhivatalnak, szépen befizettük a vámot, meg mindent, amit kell, tehát minden szabályosan és törvényesen ment. De így volt alkatrész. És ez egy probléma volt. Ez egy gond volt. Könnyebbség volt viszont az, amit említettem korábban, hogy viszonylag kevesebb típusból nagyobb darabszámok voltak,
Ez a könnyebbség fele hatott, a nehézsége ez volt. Utolsó konszignációs raktárat, utolsó előtti, bocsánat, az 2002-ben én számoltam fel, ez a John Deere-nak 4 darab konszignációs raktára volt a kitéve, volt Nádudvaron egy dollár elszámolású és egy euró, pontosabban előtte még márka elszámolású, és volt Kaposváron is egy dollár elszámolású és egy euró vagy márka elszámolású. Ez azért volt, mert Amerikából direkt is kaptunk árut, és onnan nyilván dollár, és az Európai Központban is kaptunk, az pedig régebben márka, újabban ugye euró. Na most meg kell szüntetni, mert a John Deere egyszerűen azt mondta, hogy na jó van gyerekek, 2000-es évek eleje van már, tudtok devizához jutni, és akkor most már szépen megszüntetjük. Még egy konszignációs raktárunk van, ebből a régi szép időkből, ez a Valmont konszignációs raktár, ami dollár elszámolású. És fenn is akarjuk tartani, ameddig lehet. Na most visszatérve a kérdés második részére, hogy a mostani világban, most először tekintsünk el a válságtól, mondjuk a válság előtti közvetlenül a válság előtti időszakban legnagyobb nehézség szerintem, hogy rengetegféle típus van, és ehhez szinte exponenciálisan nő a tartandó alkatrészféleségeknek a száma. Ez logisztikai kapacitásokat kell, úgy logisztikai központ például, tehát logisztikai kapacitásokat kellett létesíteni, egyre több termékmenedzserre van szükség, egyre nagyobb kihívás a elfekvőkészlet, mert ahogy a féleségek száma szaporodik, úgy az elfekvőkészlet képződés is sajnos tud növekedni. És a piaci oldal is, egyértelmű, hogy egy proaktív kereskedelem kell, tehát mese nincs, tehát egy erős proaktív kereskedelmet kell megvalósítani, és nagyon kicsi, pici piaci felületekre is rárepülnek olyan, hát nevezzük konkurenciáknak, vagy alkatrészkereskedőknek, aki az ember nem is gondolna, hogy hát arra valaki rárepül. Na most, ha meg a válság, tehát a Covid-nak a kitörése utáni időszakot nézzük, mindezek probléma köre mellett, hogy sok a féleség, meg hát ugye ezt a féleséget még időbe is nyújtja az, hogy ugye, mivel nagyjából mondjuk a John Deere 3 évente, 2-3, maximum 4 évente jön ki egy új típusra, egy új szériával, hát igen ám, de a 20-25 évvel ezelőtti szériák dolgoznak. Tehát simán. Tehát van benne 17 ezer üzemóra, vagy 22 ezer üzemóra egy traktorban, de simán dolgozik. Ahhoz is kell tudni alkatrészt adni, meg ahhoz meg is, ami most 3 éves. Tehát így idősíkot nézve is, meg a típusoknak a féleségét növeljük, akkor egyszerűen hihetetlen, ahogy a alkatrész féleség növekszik. Na most a válság ezt az egészet még megtolta azzal, hogy bizonyos termékek, termékcsoportokra nemes egyszerűséggel a beszállítói láncok vagy nagyon megnyúltak, már úgy értve, hogy időben rettenetesen hosszú idő alatt, vagy szinte nem is tudnak szállítani. Tehát most van július, nagyjából egy éve, vagy szűk egy éve, alig kapunk olyan alkatrészeket, olyan komponenseket, amiben chip kell, azt úgy kell rimánkodni, összevadászni, tehát nagyon, nagyon nehéz. Akkor, amikor indult a válság, nagyon sok probléma volt a gumiablonos beszerzés, minden olyan termékkel, amiben gumi van, amiben kaucsuk van, amiben ipari korom van, gumi például, akkor volt egy időszak, amikor nem tudtunk AdBlue-t adni, mert ez kvázi az egy műtrágya gyártásnak a mellékterméke, ugyanis a műtrágyával is tudjuk, hogy milyen. Tehát gyakorlatilag... Mindig adódnak váratlan kihívások. Igen, tehát most én azt mondanám, hogy most talán nehezebb, mint 30 évvel ezelőtt ezek miatt, de annyiban másabb, hogy azért óriási tapasztalat van mögöttünk, illetőleg azért a mostani számítástechnikai rendszerek azért segítik valamilyen szinten ezt a fajta tevékenységet. Mi van még a tarsójában? Mik a tervei a alkatrész fronton? Nekem temérlek tervem van. Tehát egy kicsikét viszont úgy szeretném ezt mondani, hogy a szervizzel összefüggésben.
Tehát a nagyon egyszerűsítve az alkatrész kereskedelemben a következő frontok vannak. Van egyszer a disztribútori alkatrész kereskedelem. Tehát adunk el John Deere, JCB-t, Valmontot, és így tovább, és azokhoz full, tehát 100%-os alkatrész hátteret, kereskedelmet kell megvalósítani, és lehetőség szerint arról a piacról minden konkurenciát kitolni. Ebben a választékban, vagy ebben a területben legyen maximális az alternatív alkatrész választékunk is. Ami szerintem még nem az. Tehát valahol tartunk, de nem a 100%-nál az alternatívákat ér. Egyszer ez egy terület. Másik terület, amit itt kit és berkeken belül úgy hívunk, hogy nem disztribútori alkatrész kereskedelem. Tehát azon az alapon, hogy kit és partnereknél vannak Klaas gépek, New Holland gépek, Manituk, Fendt, és így tovább, tehát más olyan mezőgazdasági gépmárkák, amelyeket nem a Kita képvisel Magyarországon, azokhoz is, hát ha a kités vevőnél van, akkor ha tudunk jó föltételekkel ahhoz alkatrészt szerezni, akkor miért ne adnánk el? Mi? Na ez egy kemény ügy, nem egyszerű a beszerzés, nincs mögöttünk gyártói háttér, de vannak olyan vállalkozások Európa szerte, akik ebből élnek. Akkor miért ne tudnánk megcsinálni mi is ezt? Csináljuk is. Messze nem vagyunk a végén, messze nem tartunk ott, ami az ideális elképzelés erről. Na itt is ugye az eredeti alkatrészek és az alternatív. Tehát ha már az eredeti vonalat valahogy felépítettük, akkor ott is megjelenik az alternatív igény. Na az is egy. Akkor a következő terület a nyilván a mezőgazdaságban használatos és bármilyen gépre, úgymond utólagosan felszerelhető képességnövelő eszközök. Tehát, hogy többet tudjon az a gép. Na ezeknek a piacán előrelépni. És a következő, minden olyan termék, ami az előzőekben nem sorolható be, de a partnereinknél, mint igény felmerül, és beleillik valamilyen úton mondom az alkatrész kereskedelmi üzletágnak a választékába, hogy beleilleszthető, hát arra találjunk válaszokat a piacra, és akkor szépen menjünk előre. Jelenleg azt mondanám, hogy a 30% körül van a piaci részarányunk, de én azt gondolom, hogy a 35, esetleg 40, de a 35-et egészen biztosan azt meg kellene célozni a kitének, és hát egy nem túl távol jövőben meg is kéne valósítani. Erővel, proaktív módon természetesen. De ez az egyik. A másik, a szervizzel egy nagyon-nagyon harmonikus együttműködés, ami hála Istennek, tehát vezetői szinten nagyon megvan, tehát megvan. Van még rajta mit csiszolni, van még rajta mit alakítani. Bízom benne, hogy ebbe is előrébb tudunk lépni, mert akkor nagyon-nagyon hatékonyan tudjuk a kitének a... Most ez egy kicsit csúnya szó, de a kitének az érdekeit képviselni. Mert nem érdekünk az, hogyha mi az elmúlt 50 évben felépítettünk egy márkát Magyarországon, ami a John Deere például, a kite adja el a gépet, a kite adja el hozzá a szaktanácsadást, stb. És akkor jön XY ilyen-olyan gerilla marketing módszerekkel, és halászik az alaposba. Ez nem is érdemeljük meg szerintem, amit tett a kite az elmúlt évben a magyar mezőgazdaságért, és én ezt nem nagyon akarom eltűrni. A következő, hogy említettem az előbb a logisztikai problémákat, tehát erősen átgondolás, vagy talán mondjuk azt, hogy tervezés alatt van, hogy ugye most van egy logisztikai központunk, ami 2014-ben lett átadva. Az egy 7200 négyzetméteres épület, 12 méter magas. A 7200 négyzetméterből 5200 négyzetméter maga, ahol a alkatrészek vannak. És mondjuk azt, hogy egy elég fejlett raktározás technológiai rendszerrel. Tehát megállja a helyét európai szinten, úgy gondolom. Igen ám, de még a régi raktárunk, ami 1981-től üzemelt 2014-ig, az most is megvan, az egy 3500 négyzetméteres épület, 9 méteres belmagassággal,
Annak bizonyos részeit már átalakítottuk, tehát ott kialakításra került egy irattár. Igen, az is kell a kitének, mert rengeteg irat képződik. Kialakításra került egy összeszerelő műhely, ahol gumiabroncsokat szerelünk, kitedzseteket szerelünk össze, pelenk kis szervizt üzemeltetünk, kardántengely szervizt üzemeltetünk, hidrolika tömlőgyártás, tehát egy olyan kis segédüzemág, vagy melléküzemág, ami úgymond ilyen alkatrész kereskedelmi tevékenység mellett nagyon jó, hogy van. Tehát gumia, évente szerelünk 2000 darab mezőgazdasági abroncsot. És ez egy külön tudomány, mert azért ezek 200, 300, 400 kilós abroncsok, és ezeket levenni a felniről, visszatenni a felnire, szakszerűen, hogy se abroncs ne menjen tönkre, se a felni, és ember se szenvedjen balesetet. Tehát ez egy, maradjunk annyiba, hogy nem egy 13-szoros abroncsnak a szerelése. Tehát van egy ilyen rész ott kialakítva, és a többi részen alkatrészek vannak, jelenleg is. Na most, a igény növekedésével, illetve hogy ezt a régi alkatrészraktárat, ha úgy tetszik, nem megszüntetni, hanem ki tudjuk belőle, és egy helyre tudjuk tenni az összes minden alkatrészt, amiért az alkatrész üzletág felel. Ennek érdekében, ha jó Isten megsegít bennünket, akkor építünk még egy ilyen 5000 négyzetméter körüli részét, amit úgy kell elképzelni, hogy maga a logisztikai központ, az egy téglalap alakú építmény, és a nyugati oldalán lévő rész az egy úgynevezett tranzit. Tehát az egyik oldalán bejön az áru, másik oldalán, ha úgy tetszik, kimegy, és ezt a tranzit raktárat kvázi egy ilyen tükrözési tengelyként alkalmazzuk, akkor a másik oldalt is épüljön fel egy 5000 négyzetméteres, mondjuk 12 méter belmagasságú logisztikai raktár rész, ahová az összes olyan terméket, amit eddig a meglévőben nem tudtunk szakszerűen tárolni, azt itt meg tudjuk valósítani, és a régi alkatrészraktárból tudjunk kipakolni. Ha ez megvalósulna, és a régi alkatrészraktár alkalmas arra, hogy azt viszont alakítsuk át műhelyé, akkor szerintem alkalmas, akkor ott viszont egy nagyon komoly szerelői kapacitás, tehát ahol van nagy gépeket tudjuk komplett, tehát akár kombányt, akár traktort, akár önjáró speciális betakarítógépet be tudjuk odahozni, és akkor azt szakszerűen ától szettig elvégezni minden feladatot, amit azzal el kell végezni. Plusz még ez az egészhez hozzátartozik, hogy az elmúlt 5-6 évben fölépítettünk egy speciális szakműhelyt. Tehát a pályafutásomat én a kitébe speciális szakműhelybe kezdtem, 89. augusztus 1-én. Ezt a szakműhelyet, hát én azt mondom, hogy sajnos, lehet, hogy Búvár úr nem értene velem egyet, de én azt mondom, hogy sajnos, Búvár úr 2006-ban vagy 2007-ben megszüntette. Értem is, meg nem is. Tehát értem is, meg nem is. Na, mi ezt, hála Istennek, úgy néz ki, hogy sikerült feltámasztani. Nyilván most már más, kicsit, mint az akkori. De azért ez egy 750 négyzetméteres épület, és ebbe nagyon-nagyon komolyan, nagyon magas szinten dízelmotorokat tudunk felújítani. Magas nyomású dízelüzemanyag ellátó rendszereket tudunk diagnosztizálni, felújítani, leforgatni és visszaadni a vevőnek. Füstgázkezelő rendszereket tudunk tisztítani, ami most ugye egy elég nagy aktuális probléma. És erőteljesen törekszünk arra, hogy hidrolika hidrosztatikában is legyen meg ugyanaz a képességünk, mondjuk, ami már megvan a dízelmotorszerelésben, vagy akár attól magasabb. Az viszont egy nehéz ügy. Ez nem egy egyszerű ügy, tehát az egy hosszabb időt vesz igénybe. Na szóval az az álmom, hogy ez mind, tehát az új logisztikai központrész megvalósulva a műhelyekkel, a szakműhelyben fel tudjuk építeni a hidrolika hidrosztatikát nagyon professzionális szinten, minimum úgy, mint a 80-as évek második felében volt, csak az még kiegészítődik az elektronikával. Mindezt a szervizzel való együttműködésben, meggyőződésem, hogyha ezt az egészet sikerül megvalósítanunk, Európa leges-leges legkomolyabb after sales konglomerátuma lesz az, ami felépül.
Tehát senkinek nem lesz ilyen előadó. És ezzel nekem meggyőződésem, hogy ezen a piacon bármit meg fogunk tudni csinálni. El tudnál körülbelül képzelni, hogy nem a kiténél dolgozik? Nem. Miért nem? Hát, hogy mondjam, tehát én ahogy kipottyantam a felső fokú iskolából, én itt nőttem fel, itt szocializálódtam a nagybetűs életbe, a munkába, a temérdek dolgot megtanultam, temérdek jó emberrel megismerkedtem, nagyon sok kités nyugdíjasra is nagyon nagy szeretettel gondolok vissza mostani kollégáimra is, temérdek jó kollégám van. Rengeteg mindent köszönhetek a kitének, tehát nem is tudom, hosszú-hosszú percekig tudnám sorolni, hogy mennyi mindenért vagyok hálás. Hát a kitének is, meg mondhatnám azt is, hogy az előző felsővezetésnek is, a mostani felsővezetésnek is, de rengeteg sok kollégámnak is. Tehát ez egy nagyon komoly csapatmunka mindenféle szempontból. Ennek a csapatnak a tagjának lenni ez kiváltság, mindenképpen kiváltság. Én örülök, hogyha ezt hozzá tudok tenni. Kicsit vagy sokat, nem tudom, az van, aki mennyit ér, de akármennyit is ehhez hozzátenni, ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. Hát én bízom benne, hogyha jó Isten megengedi, hogy megérjem a nyugdíjas kort, bízom benne, hogy innen fogok nyugdíjba menni. Nem tudom, mit lehetne még mondani. Nem, én nem, tehát kite. Tehát akár a céges világba, a biznisz világba, akár beszállítókkal beszélek, akár vevőkkel beszélek, akár esetleg konkurenciának ilyen-olyan képviselőjével beszélek, akár magánéletbe, akkor a kitérről én úgy beszélek, hogy az, hogy mondjam, tehát szuperlatívuszokban, legegyszerűbben így tudnám mondani. És ezt a magán, a privát szférámban is tudják. Tehát a közelebbi és távoli barátaim ismerésen, láttunk egy kitésautót, láttunk egy John Deere kombájnt, helyes. Mondja a másik, hogy fűnyírót szeretnék venni. Mondom, mekkora a fűterületed? Ekkora. Oké, akkor erre ezt és ezt a John Deere típusú fűnyírót ajánlom. És többen, hát olyan fél tucatnyian, de lehet, hogy többen is így a szűkebb, tágabb baráti körből megvették, és jönnek, hogy hát ők ezt nem is gondolták, hogy ez ennyire profi. Hát mondom, szerintetek a levegőbe beszélek? Ez ennyire profi, használjátok egészség. Tehát ez körülbelül. Aki te a hobbija, és van még valami más is? Hú, sok van. Kettő nagy hobbi van a kite mellett. Az egyik van egy kis halastavam, ez 4 hektár, kis halastó. Az egész birtok az 6 hektáros, tehát úgy mondjuk 4 hektár víz, 2 hektár nem víz. Ez van ott egy 16 férőhelyes kis panzió, és akkor hát ezt üzemeltetjük, ugye halat telepítünk, fogadjuk a vendégeket, pontosabban van kollégám, hál' Istennek, mert én nem tudnék időbört lenni. Ápoljuk a környezetet, nádat vágunk, füvet vágunk, stb. Ezt körülbelül 19 kilométerre van a kitétől, ez Nagyhegyes Elep határában van, a keleti főcsatornából kapja a vizet, egy természetközeli, tehát az a jó benne, hogy magában a vendégházban mondjuk azt, hogy van egy szinte luxus, mert azért légkondicionált, meg rendes zuhanyzó van, meg stb. De mégis kint van az ember a természetben. És a természet közeli hely valamilyen szinten ápolva is van, mert nem a derékigérő gazba kell menni, hanem egy nyírott fű van azokon a helyeken, ahol lehet nyírni a füvet. Tehát ez az egyik. Hát a másik nagy hobbim az a Biblia. Tehát a Bibliának a tanulmányozása, nyilván arról való gondolkodás, Bibliához kapcsolódó könyveknek, vagy a Biblia magyarázó, vagy Biblia körüli, vagy a Bibliát értelmező könyveknek a olvasása, de ez temérdek, tehát ezt százas nagyságrendbe kell érteni, tehát nem egy-két könyvről van szó. És aki meghallgat, vagy aki kíváncsi rá, annak a bibliai, hogy mondjam, biblia értelmezésnek az interpretálása. Ha valaki érdekel, nem törekszem arra, hogy ne erőltessem senkire sem. De hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj már, ez
hogy van, vagy az, hogy van, ez tényleg így van, tényleg úgy van, oda jön, és akkor bátorkodom neki. Ha tudom a kérdésre választ, akkor bátorkodom neki elmagyarázni. Hát ez a két, van még ezek mellett kis apró, de ez a kettő nagy. Jó. Köszönöm szépen.